Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport. Órákon belül kezdődik a Magyar Nagydíj. Ti már elgondolkodtatok, mi volt legnagyobb Hungaroring élményetek? Üdvözlünk benneteket, a Formula Podcast legfrissebb adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat és barátaimat, Gelérfi Gergőt, az Autósport évkönyv szerkesztőjét. Sziasztok, indul a Magyar Nagydíj, én már nagyon várom. És Mészáros Sándort, az Autósport és Formula magazin vezető F1-es szerkesztőjét. Sziasztok, végre valahára versenyzés Magyarországon. Engem Betlen Tamásnak hívnak, és a Formula.hu főszerkesztője vagyok. Mai műsorunkban kiváló kollégáim társaságában elevenítjük fel magyar nagydíjakkal kapcsolatos saját élményeinket, és megszólalnak azok a korábbi sztárvendégeink is, akik emlékeik legjavát idézik fel a Hungaroringről. Már most előre bocsátjuk, a műsor után várjuk a ti hozzászólásaitokat is arról, milyen történeteket tudtok felidézni Mogyoródról. Hát csapjunk a levesbe, mi jut először eszetekbe, hogyha meghalljátok azt a két mágikus szót, hogy magyar nagydíj? Forróság, esőkáosz, hazai versenyem, imádom. Így tudnám summázni. A Forma 1 imádatának ott szerettem bele igazándiból a Forma 1-be, a legelső nagy díj alkalmával 1986-ban. Előtte is volt már érdeklődés, de ott kaptam meg azt a dózist, ami útnak indított, és hát azóta meg annyi élmény és meg annyi kellemes pillanat is emlék. Neked melyik volt az első magyar nagy díjat, kedves Gergő? Én meglehetősen későn jutottam ki először. Nekem volt nagyjából egy 10 éves periódus az életemben, ugye 2000-es évek, tehát ugye a nullás évtized, amikor válogatott okokból nem jutottam el a magyar nagydíjra. Egy ponton túl már elfogadtam, hogy soha nem fogok. Konkrétan valami mindig közbe jött, és így egészen későn 2011-ben voltam ott először, azóta viszont amikor csak tehetem, akkor mindig ott vagyok, nyilván az idei év nem egy ilyen, és most épp nem tehetem sajnos. 2011-es egy fantasztikus esős verseny Jenson Button győzelmével, ez volt az első, ott a célegyenes ráfordítóba ültem az egyik tribünöm, és arra emlékszem, sok más mellett, tehát egyrészt úgy teljesen szürreális volt először ott lenni egy Forma 1-es futamon élőben, az a borzongató érzés, ez most is megvan, ha visszagondolok, és emellett arra emlékszem, hogy rettenetesen fáztam, ugyanis ugye esett, fújt a szél minden, én meg nem megfelelően öltöztem, nem ennek megfelelően öltöztem, de szerencsére Lukás Dani cimborámnak, akivel együtt kimentünk, lapolt egy kis viszki a zsebében. Ezt azt hiszem, ennyi időtávlatából elmondhatom, hogy becsempészett egy kis védőitalt, és ott a fagyos szélben az igazán jól jött. Szerencsére nem volt olyan sok, hogy ne emlékezzünk a versenyre. Fantasztikus volt. Én. Mindannyiunk elnyűhetetlen főszerkesztője mikor járt először a Magyar Nagydíjon? Én felnőtt koromban, igaz, hogy csak a határán, de 1986-ban tettem meg mindezt, és néhány dolgot most így 4-6 szem közt be kell vallanom. Hogyha becsukom a két szememet, akkor csak 4 szem közt, hogy ne szégyeljem ennyire magam. Engem teljesen felkészületlenül ért a Magyar Nagydíj Hungaroringre érkezése. Ugyan korábban gimnazistaként még volt annyi kapcsolatom 18 évesen a sporttal, hogy a Képes Sport című újságban feltűnő írásokat azért áttanulmányoztam, de azzal töltöttem az időmet akkoriban, hogy egy építőtáborban, amit ma ugye gólyatábornak hívnak, csak 86-ban még dolgozni kellett benne, szóval egy ilyen építőtáborban előfelvételisként egy hetet eltölthettem a Miskolci Egyetemen, akkoriban Nehézipari Műszaki Egyetem, és ennek a gyönyörű hétnek a zárásaként azt állták ki a szervezők, hogy akkor nézzük meg a Magyarországra érkező magyar nagydíjat. Felvonatoztunk iszonyatos hőségben, arra is emlékszem, hogy már az is egy komoly kihívás volt, aztán valahogy kijutottunk a pályára, ahol természetesen láttam elrajtolni a mezőny, de most akkor még egy vallomás, hogy úgy nagyjából a futam felénél őszintén szóval én bealudtam abba a forróságba és abba a drágaságba és abba a millióbe, ami ott körülvett minket, az óriási por, a hőség, nem tudom. Ezt,
Ezt akkor most fölmentelek kicsit, és be kell valljam, hogy én is aludtam már el Magyar Nagydíjon, nem mintha unalmas lett volna. Akkor meg ott a célegyenesbe ültem, de nem a fedett részen, hanem ott a Red Bull tribűn mögött volt. Ez 2016-ban, Silver valahanyas, és nekem hátul, tehát tűzte a fejemet a nap, persze kalapom nem volt, mert ennyi eszem van, és hát én is igen, ugye a 30. kör körül egy pillanatra elbóbiskoltam, de aztán szerencsére a következő szágódó versenyautó ezt fölébresztett. Úgyhogy arra biztatjuk olvasóinkat, hogyha más is szundikált már el a Hungaroringen, az mindenképpen vallja be, mert úgy tűnik, hogy ez be a társaságban nem ciki. Sanyi, nyugtass meg, te még nem aludtál a Hungaroringen, ugye? Csak a sajtószobában. Csak a sajtószobában, amikor 2007-ben vártuk az Alonso Hamilton üggyel kapcsolatos döntést. Én egy emberi teljesítményről szeretnék beszámolni. Az én apukám, a jóisten nyugtassa, ugye nálunk a családban tőle ered a forma egy szeretet és imádata. Ő már 1984-5 magasságában 4-5 éves kisgyerek voltam, akkor már akkor tervezte, hogy ki kellene menni Ausztriába megnézni a forma egyet. És ugye akkor 85-ben már lehetett hallani arról, hogy lesz Magyar Nagy Díj. És úgy döntött, hogy jó, hát ugye akkoriban még nem úgy volt, hogy csak fogtad a kalapodat és elutaztál egy nyugati országba, tehát ezt meg kell gondolni többször is. És úgy döntött, hogy jó, akkor várunk egy kicsit, és akkor 86-ban itthon hazai pályán megnézzük a Forma 1-et. És el is mentünk, ott voltunk, csodálatos élmény volt, és arra tisztán emlékszem, hogy ez a drága ember, aki mániákusan imádta ezt a sportot, akinek a sporták szeretetét köszönhetem, ugye ott álltunk a célegyenesben, azért, hogy a boldogtalan gyermeke az minél jobban tudja élvezni a versenyt, ezért abban az őrült forróságban a nyakába vett valahogy a felvezetőkör idején, és ő rendíthetetlenül tartott engem egészen a végéig, hogy mindent jól lássak, és hát szegényként semmit az égvilágon nem látok szerintem. Ez a mai napig biztos vagyok benne, hogy semmit nem látott a versenyből, pedig remegve várta, de beáldozta magát azért, hogy a gyerek az mindent jól lásson, és ahogy az emlékképek derengenek, más apukák is voltak, akik így döntöttek. Persze, ez egy ilyen megszokott látvány. Várjál, Sanyi, azért nyugtass meg, hány éves voltál ekkor? 6. Jó, oké. Csak hogy a hány éves Sanyit képzeljem el, édesem. 6 éves, azért ez számít. Akkor már habzószájú, elmeháborodott rajongó, mert ugye néztünk mindent, amit lehetett nézni, még pacekban még műholdvevőt is beszerzett a drága édesapám, ami ugye hát akkoriban nem dicsérték meg az embert a munkahelyen azért, hogyha ilyen uri huncutságokkal pucparán nézott, úgyhogy pacekban néztük a versenyeket, ahogy tudtuk, ugye akkor már azért nagyjából képbe volt az ember azzal, hogy mi merre hány óra, de hát az egy óriási élmény volt. Tehát én onnantól datálom, hogy akkor kaptam meg a véglegesen a fertőzést. Nekem a 2013-as volt azt hiszem a legforróbb Magyar Nagy Díjam, ahol ugye Lewis Hamilton első Mercedes-es győzelmét aratta, én pedig azt hiszem, hogy az első hőgutámat gyűjtöttem be életembe. Ugye akkor valami, tehát még Magyar Nagy Díjhoz képest is elképesztően meleg volt, és abban az évben a kedves öcsémmel és még néhány cimborával hát így a domboldalban voltunk, ugye az Alési és a következő kanyar közötti egyenesnek nagyjából a felénél, hogy elnézel kifele, van egy villanyoszlop, ami egy ilyen emelkedőn áll, és azt néztük ki magunknak, mondván, hogy messze leszünk a pályától, az tény, ellenben a 13 kanyar közül egy hetet beláttunk. És ez egy baromi jó helynek bizonyult, mert onnan tényleg marha jól tudtuk követni a versenyt, csak hát pusztítóan meleg volt, és tőlünk, nem tudom, 50 méterre volt egy társaság, akik ezt megoldották, ugyanis egy ilyen felfújható gyerekmedencét sikerült valahogy oda betökíteni oda a Hungaroringre, nem tudom, hogy vitték be. És tudjátok, ez a kis kacsa, vagy ilyen kacsaúsztató jellegű gyerekmedence, az úgy ott volt, a locsoló kút az úgy ott volt a környéken, és abból így szépen megtöltötték azt, és abban nézték végig a versenyt. Nem akartam hinni a szememnek. 2-3 héttel előtte kezdtem el a formula.hu-nál dolgozni, és elnyűhetetlen főszerkesztünk azt a megbízást kapta, hogyha bármi érdekeset látok a nézőtéren, azt mindenképp küldjem el a szerkesztőségi listára. Hát én ezt tudtam küldeni, mondom, ennél érdekesebb itt nincs. Elő kell keresni az archívumból ezt a masterpiece-t. Óriási, azt hiszem a Facebookunkra kikerült adnó. Na mindegy, hogyha valaki hallja azok közül, akik ott voltak, sajnos nem tudom, magyarok vagy külföldiek voltak, mindenképpen jelentkezzen. Ezek voltak tehát a mi első élményeink a
magyar nagydíjról, de hallgassuk meg, hogy a jelenlegi Forma 1-es mezőny két tagja, Román Grosjean és Antonio Giovinazzi miképpen emlékezik a saját magyar nagydíjas élményeire. Have you ever tasted the Hungarian food? Kóstoltál-e már magyar ételeket? Tudjuk rólad, hogy szenvedélyes szakács, vagy szeretsz a konyhában tenni-venni. Kóstoltad-e már a magyar fogásokat? Tested the Hungarian food? Yeah, I tried many times. Igen, kóstoltam több alkalommal is. Picit talán mókás, de szerintem a magyar konyha nagyon hasonló a franciához. A magyar libamáj nagyon híres, akárcsak a sertéshúsok és a felvágottak, vagy épp a hidegtálak. A paprikát például egész egyszerűen imádom. A paprikával készülő ételeket nagyon szeretem. Szuper boldog vagyok minden alkalommal, amikor magyar ételeket fogyasztatok, roppant jó húsokat szoktunk enni. A futamok után vasárnap este általában mindig maradok még, hogy jókat ehessek, és élvezzem a város hangulatát. Talking about racing again. Kanyarodjunk vissza még egy picit a versenyzésre. A szezon harmadik versenyét a Hungaroringen tartják. Beszélj egy picit arról, kérlek, hogy szerinted mi a magyar nagydíj varázsa? Miért szeretik a versenyzők ezt a pályát, vagy épp a hangulatot? Már amikor vannak nézők, mert idén ugye sajnos nem lesznek. Because this year we won't have public. Yeah, it would be big difference. I think Hungary, where it's a place where you can really see the publics with the hills. Most tényleg más lesz. Pláne, hogy a Hungaroringen jól lehet látni a közönséget a pálya környéki dombokon, és lehet érezni, hogy mennyire sokan vannak és figyelnek bennünket. A pálya maga élvezetes, egy régi helyszín nagyszerű karakterisztikával. Nekem mondjuk jobban tetszett, amikor huplis volt. Az újra aszfaltozás óta simább és jobb, de azért huplisan is szórakoztató volt. Technikás pálya, ahol mindvégig az ideális íven kell menned. Az előzés nehéz, de ez egyben nagy kihívás is, hiszen jól kell teljesítened az időmérőn, és megfelelő stratégiát kell választanod a versenyre, mert csak is így kerülheted el, hogy berakadj a forgalomba. Melyik a legkedvesebb emléked a magyar nagydíjakról? Hungarian Grand Prix. 2012-ben dobogós voltam, ha jól emlékszem. Azóta is volt egyébként pár jól sikerült versenyem ott. Beszéljünk egy picit Magyarországról. Mit gondolsz a Hungaroringről és úgy általában a magyar nagydíj hangulatáról? Yes, of course I like Hungary, I like the circuit. Nagyon kedvelem Magyarországot és a versenypályát, amely roppant szűk, olyan, mint egy kokártpálya. Túlságosan sok kellemes emlékem mostanáig nincs, jó eredményem se nagyon, de remélem, hogy hamarosan újra ott leszünk. Az embereket, a magyarokat nagyon kedvelem, hiszen szenvedélyesen imádják a motorsportot, minden évben nagyon sokan eljönnek. Már várom, hogy újra ott legyünk, és remélhetőleg végre sikerül összehoznom ott egy jó eredményt. Őszintén szóval tényleg nem vagyok büszke arra, hogy elaludtam ezen a történelmi eseményen, de amikor legközelebb visszatértem 1995-ben, akkor már egy akkreditáció fityegett a nyakamban, és egészen másképpen máshogy viszonyultam ehhez a szériához. Akkor már jó pár éve egy autós újságot szerkesztettem, Auto Plus volt a címe, és ott terjedelmes autósport rovata révén jogot formáltunk arra, hogy akkreditációs kérelmet nyújtsunk be akkoriban még Dávid Sándorhoz a Magyar Nagydíjra, és ezt el is nyertük, ezt az akkreditációt. Azt már említettem, hogy engem miképpen sokkolt, egy korábbi adásban meséltem, hogy beléptem a Box utca területére, és a felhangzó sziréna hangot annak a hatásának értem, hogy Betlen Tamás megékedett a Box utcába, aztán ez csak jó pár, és hogy azonnal takarodjon el onnan, mert nincs ott semmi keresni valója, ezt így sejtettem, de aztán egy pár perc múlva rájöttem, hogy ez nem nekem szólt, hanem a Box utcában dolgozó alkalmazottakat figyelmeztette arra, hogy autó érkezik, egy veszélyes autó érkezik éppen a Box utcába, úgyhogy nekem ez volt a belépőm, az igazi belépőm az éles magyar nagydíjakra. Nem tudom miért, de nem Damon Hill maradt meg akkor bennem, hanem David Coulthard, aki a csinos barátnőjével tőlem tényleg egy karnyújtásnyira a rajtceremónián a rajtrácson állt, azt hiszem, hogy a második pozícióban már nem tudom, a Williams színeiben, és hogy akkoriban egyébként csak egy ilyen egy méter magas Box utca fal választotta el a Box utcát a pályától, úgyhogy egészen elképesztő körülmények voltak. Jöjjön a ti legkedvesebb emléketek az én első, második emlékem után. Nekem egy nagyon furcsa élményem volt most, ami hirtelen eszembe jut.
Az tavaly előtt történt, azt hiszem. Ugye szokták mondani, és én is csak meg tudom erősíteni, hogy aki szeretne magukhoz, a versenyzőkhöz is közel kerülni, szeretné őket élőben látni, azoknak érdemes úgy a pályán zajló eseményeket követő órákban Budapest belvárosában kóborolni, mert valóban adott esetekben össze lehet találkozni egy-egy versenyzővel. 2018-as magyar nagydíj időmérője után volt, halálfáradtan vezettem vissza a szállásomra, ami ott volt Pesten a belvárosban, és jól emlékszem, akkor a Podmanicki utcán volt, hogy láttam, hogy a tükrömben megjelenik valami nagyon fekete, és nagyon gyors, és nagyon közeledik. Nem tudom, én se tartottam be a korlátozást, de ő legalább kétszer annyival ment, mint én, egy hatalmas fekete Aston Martin előzött meg, keresztbe három sávon átrepülve. Majd a piros lámpánál utolértem, és beálltam mellé, hogy ki ez az állat. Na most ez az állat, ez Daniel Ricciardo volt. Sok mindenre számítottam, de arra nem, hogy Daniel Ricciardo a Podmanicki utcában fog engem egyszer megelőzni. Ez ilyen, nem tudom, valahogy ez mindig beugrik, de hát nyilván minden évből, amikor ott vagyok, akkor azért maradnak meg különleges, egészen különleges pillanatok. Van, ami a szakmaiság miatt, van, ami meg az ilyen jópofasság miatt, de gondolom, Sanyikán, pár anekdotád azért neked is van, amin lehet rötyögni. Hát, ha már a városról beszélünk, és a magyar nagydíj idején történő városi száguldozásról, nálam egyértelműen a csúcs az a 2018-as magyar nagydíj eseménye. Ugye eljöttünk Hockenheimből, ott a kiváló jó barátom, a Zsanalézivel úgy váltunk el egymást, hogy akkor amikor érkezik, akkor majd én kiszaladok érte a repülőtérre. Ezt tudtuk nagyon jó, hogy ez valamikor csütörtök este lesz. És jött is a hívás, hogy ekkor meg ekkor érkezem, mondtam, hogy jó, akkor én a pályán letudom a dolgomat, és akkor kimegyek érte, de drága jó kis kodarapidommal. És én kigurigáztam szépen érte a Ferihegyre, ott fölvettem, és kérdeztem, hogy akkor hogy tervezi a hétvégét, meg mint tervezi a hétvégét. Mondta, hogy ugyan van neki foglalás a bérautóra, de tulajdonképpen mi a francnak bérelne kocsit, hogyha meg tudjuk oldani azt, hogy együtt közlekedjünk a pályára. Reggel oda, este vissza. Én tulajdonképpen belegondoltam, hogy mind a ketten korán szoktunk indulni, későn érkezünk. Úgy voltam vele, hogy jó, akkor legyen, maradjon ez a forgatókönyv. És akkor így esett az, hogy mondta, hogy akkor jó, akkor másnap reggel, hát mikorra tervezed az indulást, kérdezte. Hát mondom, én olyan fél kilenc környékére, mondom, akkor ott lennék, érted, de a Kempinskinél ott fölcsiplek, és akkor megyünk így. Hát ez tökéletes, mondta a Zsolt. Majd másnap reggel, ugye nem tudom, ilyen negyed hétkor jött az SMS, hogy én már ébren vagyok. Mikor indulunk, hogy indulunk? Mondtam, hogy jó, tehát a fél kilences indulást azt előre kellett hozni fél nyolcra, mentem érte a Kempinskihez, és akkor mondta, hogy na, akkor öcsi, cseréljünk helyet. És átvette az irányítást a Skoda Rapid felett, tehát utas voltam a saját autómban, amit egy Forma 1-es legenda vezetett, gyakorlatilag onnantól fogva egész hétvégén. És a leghihetetlenebbnél hihetetlenebb sztorik történtek meg velünk különböző helyeken, tehát ahogy befelé mész a Hungaroringre, ahogy kifelé jössz a Hungaroringről, ott mindig nagyon sok rajongó van. És akkor nézték a kis Skoda Rapidot, és akkor amikor felismerték, hogy Alizi! És akkor megrohamozták a Skoda Rapidot, és akkor jöttek ott, autogramot kértek, fotózkodtak vele, akkor tapasztaltam meg sokatszor is, hogy milyen elképesztő népszerűségnek örvend, de ugyanez megtörtént a városban is. Álltunk a pirosnál, kiszúrták, hogy ő ül a Skoda Rapidon, és az emberek kiszálltak a kocsiból, ott hagyták, mindegy, hogy zöldre váltott a lámpa, ott hagyták a járművüket, és jöttek a Rapidhoz, kopogtattak autogramért és közös fotóért, úgyhogy ez minden kétséget kizáról a közlekedés tekintetében, meg az élmény tekintetében is közel áll a tophoz ez a 2018-as magyar nagydíj, amikor a Zsonnal osztoztunk a saját járművőben. Ezt sajnos überelni nem tudom, de tehát én nem szállítottam még Forma 1-es legendát, ellenben már hitték rólam, hogy ezt teszem éppen. Tavaly történt, jöttünk ki ott a sajtóparkolóból, ugye fordult, és akkor fordultunk ki a pályáról távozó szurkolók közé, és nekem meg egy ilyen hosszú fekete autóm van, és a hátsó ablakai le vannak sötétítve, nem direkt így vettem. De
Mögöttem ült hátul a hátsó ülésen egy szeretett kollégánk, a Csongrádi Montoya, valódi nevét, Fedje Jótékony Homály. D. Robert. Így van, a Csongrádi Montoya, egy kiváló rádiós kollega. Piros pólóban ült, és piros sapka volt rajta. És akkor gondoltuk, hogy tréfálkozzunk már kicsit, és leengedte résnyire az ablakot, hogy véletlenül se látszon, hogy, hogy az nem Sebastian Vettel. Közben mi az elülő kollégával határozottan úgy csináltuk, mint a Sebastian Vettelt szállítanánk, és a Csongrádi Montoya kiintegetett, nagyon sokan visszaintegettek, és többen izgalomba is jöttek, hogy itt valami jelentős celebritás érkezik. És a Csongrádi Montoya volt az. Így van, így ezúton van. Is üdvözöljük a Csongrádi Montoyát, akiről tudjuk, hogy a Formula Podcast lelkes hallgatója. A Hungaroringgel kapcsolatban már volt alkalmunk arról beszélni, hogy a magyar nagydíjakon osztogatott trófeák minősége egy nagyon-nagyon fontos szempont a pilóták számára, amikor megfelelő értékelést adnak a magyar versenyekkel kapcsolatban, és én most ezt az emlékemet szeretném felidézni. Volt alkalmam találkozni, interjút készíteni a művészetéről és az autógyűjteményéről Szász Endrével, aki ugye megalkotta az első magyar nagydíjnak, az 1986-os Grand Prix-nek a trófeáját. Egy ilyen kicsinyített mása ennek a trófeának itt van a kezemben most is, de ez még valószínűleg 3000 ember hasonló élménye is lehet, hiszen ilyen példányszámban csinálták ezt a replikát, ez egy ilyen 20 centi magas kis vázácska. Illetve most januárban eljutottam a Miskolctól, lakóhelyünktől, mint egy órai járásra fekvő hollóházi porcelángyárnak a múzeumába, ahol viszont elképesztő eredeti méretű trófeák és mindenféle relikviák láthatóak. Csodálatos, ajánlom mindenkinek megtekintésre. És még egy adalék, a Menzel által megnyert, na most segítsetek melyik évben, trófea. Amikor világbajnok lett? De akkor nem nyert a Hungaroringen. Nem. 1989-ben nyert, ha nem tévedek, a 15. Igen, a 89-es trófeának egy Menzel által aláírt replika változatát legyártották hollóházán 30 példányban, és mintegy 8000 forintos áron ma is árulják, tehát aki szeretne egy ilyen eszméletlenül különleges darabot, az akár ma is megvásárolhatja ezt a dolgot. Jó, hallottam, hiszem, hogy azt mondtad, hogy 8000? 800000. Aha! Pedig pénzügyekben általában jól szoktunk hallani, kedves Gergő. Kiváltképp akkor, amikor az elgyűhetetlen főszerkesztővel beszélgetünk pénzügyekről. Pénzt emlegetnek. Igen. Szóval elképesztően drága, de azért van olyan szurkoló, rajongó Forma 1-es fan a magyar hallgatóink között, a hallgatóink között, akinek nem jut eszébe, aki nem játszik el azzal a gondolattal, hogy jaj, de szép lenne ez a trófea az én polcomon. Ezzel kapcsolatban egyébként igyekszem azóta is gyűjteni mindenféle apró csecsebecsét, ami a magyar nagydíjakkal kapcsolatos. Nem én vagyok a legnagyobb gyűjtő, és direkt módon nem is üldözöm ezeket a tárgyakat, de azért, hogyha szembe jönnek, akkor nem utasítom el őket. Sanyi, neked milyen gyűjteményed van? Valamit villancs, légy szíves te is ezek után. Én nem számítok gyűjtögetőnek. Én nem tartom magam ilyen gyűjtöget. Én az élményeket és az emlékeket gyűjtögetem. De van nekem is például az eredeti aszfaltcsík, az 1986-ban lefektetett eredeti aszfaltcsíknak kettő darabja például az itt van az íróasztalomon, amit ajándékba kaptam Hungaroring tisztviselőktől bizonyos alkalmakra, és nagyon-nagyon hálás is vagyok érte, és nagyon-nagyon büszke is vagyok rá, hogy két ilyen kis porció az végül nálam lehet végső nyughelyre. És már akkor én is elmondom az én kedvenc darabomat, ez egy hollóházi számozott ilyen kis porcelán tányérka, ami az első magyar nagydíj tiszteletére készült, és ez úgy került hozzám, hogy a drága mennyasszonyom úgy döntött az egyik karácsony előtt, hogy most keres nekem valami Forma 1-es relikviát, és hát szerintem nyilván számított a hatásra, de arra talán nem, hogy percekig nem tudok majd megszólalni, mikor fölismertem ennek a
ennek a tárgyi emléknek a jelentőségét, hogy azóta is féltve őrzöm egy kis bőrtokban, ezt itt láthatjátok sok a kezemben, egyéb... hallgatók, sajnos nem. Sok egyéb más mellett ezért imádjuk a hölgyet, kedves párodod. Még amit, hogyha emlék, ez annyira nem a tradíció miatt, hanem inkább a jelentősége miatt. A minapán beszéltünk róla, ez pedig a 30. Magyar Nagydíj okán kapott elismerés, amit a Hungaroringtől kaptunk, emlékplakett, amit Tamással kaptunk, Tamás is és én is. Ez nekem nagyon sokat jelent, a vitrínben prominens helyen van nálam. Aszfalt darabok természetesen nálam is fellehetőek, igaz, hogy egyelőre még csak ilyen nagy műanyag reklám szatyros kivitelben, mert amikor 2016-ban újra aszfaltozták a Hungaroringet, akkor a sittet egy óriási halomba hordták, és ez nekem szemet szúrt, és természetesen engedélyt kérve, de betáraztam ilyen piros-fehér-zöld rázókövekből, aszfalt darabokból, és még műfű darabokat is találtam, úgyhogy ennek megígértették velem, hogy kereskedelmi célokra nem használhatom, de meg lesz majd ezeknek a sorsa, és remélem, hogy megfelelő vitrinekben találnak majd nyughelyet, hiszen igen. Előre bocsátjuk, hogy Borsod megyében épül a mini Hungaroring az eredeti komponensek. Jó, akkor megbeszéltük, hogy nekünk milyen tárgyi emlékeink vannak, vagy mi jut elsőre eszünkbe, de hallgassunk most meg két olyan igazi legendát, akiknek egészen másféle emlékeik vannak a Hungaroringről. Beszéljen Jacques Villeneuve és Jean Alesi arról, hogy mi jut eszébe mindkettőjüknek Mogyoródról. A Hungaroring is egy nagyon fontos helyszíne volt az F1-es pályafutásodnak. Tudjuk, hogy a régi vonalvezetését jobban kedveled, amelyen 2010-ben győztél is. Hogyan emlékszel vissza arra a két remek diadalra, amelyeket 1996-ban és 1997-ben arattál? Nagyon nehéz győzelmek voltak, pláne a 97-es. Nálatok mindig óriási forróság van, akkor nincsenek egyenesek, szóval fizikálisan borzalmasan kimerítő. Az autó beállítása sem könnyű, de a pályának van egy remek ritmusa. Érdekes módon az időmérőkön soha nem voltam jó ott, a versenyem általában jobban alakultak. Minél több kört mentem, annál jobban ráéreztem a ritmusra. Nekem ez mindig működött. A 97-es diadal azért volt nehéz, mert a futam előtt David Coultharddal egy egész héten át bulisztunk, egészen szerdáig. A hétvége tikkasztó volt, annyira szenvedtünk, hogy azt el sem tudom mondani. Ez volt elsősorban az oka, hogy annyira nehéz volt számomra az a győzelem. That was what I wanted to ask. Do you have... Ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy van-e ezen kívül más, esetleg eddig még el nem mesélt sztori vagy emlék Magyarországról ezekből az évekből? No parties, because... Nem nagyon, mert amikor már ott voltunk, akkor a versenyzésre összpontosítottunk. A verseny pedig roppant megterhelő fizikálisan, szóval a hétvégék arról szóltak, hogy letudtuk a dolgunkat, ettünk valamit a pályán, és mentünk aludni. Most, hogy televíziósként járok oda, már sokkal több időm van arra, hogy szétnézzek a városban, elmegyek vacsorázni, és megéljem a helyet. Most már jobban tudom értékelni a helyet. Akkoriban egyébként motorhomban laktunk kint a pályán, nem is nagyon kellett visszamennünk a városba. I remember, jól emlékszem, hogy a közönség szinte megvadult abban az 1997-es utolsó körben, amikor megelőzted Damon Hillt. Hogyan emlékszel arra a pillanatra a hajrában, amikor felismerted, hogy taposnod kell a gázt, mert van esélyed arra, hogy elkapd? Igen, gondjai adódtak. Mindenképpen győzni akartam, nem csak magáért a győzelemért, hanem azért is, mert kellettek a pontok a bajnokságban. Ha mondjuk a harmadik helyről a második helyre léptem volna elő azzal az előzéssel, nem lett volna annyira fontos. Így viszont, hogy a második helyről az első helyre léptem, az 4 pontnyi különbséget eredményezett, ami jelentős volt akkor. Damon mindent megtett, amit csak megtehetett. Megpróbált blokkolni, leszorítani a fűre, szóval tényleg izgalmas pillanatok voltak. Ha lesz futamunk idén, már pedig remélhetőleg lesz, akkor immáron 35. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Nagydíj. Szerinted mi a titka annak, hogy az F1 ennyire szereti Magyarországot? Általában mindenki azt mondja, hogy Budapest közelsége sokat jelent, de milyen más plusz tudunk mi adni, amiért ennyire szerettek visszajönni hozzánk? It's true, when the main town is near the track, and not every town,
But Budapest is a fun town, it's a special town, there's history. Az igaz, hogy amikor egy nagy város van a pálya közelében, az sokat jelent. Budapest ráadásul egy igazán különleges és fantasztikus hely, gazdag múlttal, ahol érezni lehet a történelmet. Különleges érzés ott lenni. Fontos az is, hogy a közönség lenyűgöző. Ez is komoly különbséget teremt. Amikor ott versenyzünk, mindig tömöttek a lelátók, rengeteg ember van, szinte érzed az energiát a levegőben, ami nem sok más helyszínről mondható el. Amikor versenyzel, gladiátornak kell érezned magad, ehhez pedig szükség van az ilyen lelkes közönségre. Gondolj bele, hogy milyen lenne nélkülük. Mintha rockstar lennél és üres nézőtér előtt kellene fellépned. Indianapolis is ilyen egyébként, nagyon különleges a 500 000 nézővel. A Hungaroring amúgy emlékeztet egy foci stadionra. Kis helyen van, a pálya körül dombok vannak, igazi aréna érzésem volt mindig, amikor ott versenyeztem, mintha csak egy stadionban lennél. Jean, van-e valamilyen üzeneted a magyar Forma 1 szurkolók és az Alizitlán magyar rajongói számára ebben a nehéz helyzetben? Ez egy olyan időszak, amikor nagyon össze kell tartanunk mindannyiunknak. Várjuk, hogy jobbra forduljon a helyzet, biztos vagyok benne, hogy a pályátokra hamarosan visszatér a Forma 1. Ha esetleg a pályára nem is engednek majd be, ott leszek Budapesten. A tévéből figyelem majd az eseményeket. Nem vagyok biztos benne, hogy érteni fogom a magyar kommentátorokat, de a képek alapján legalább tudni fogom, hogy mi történik. Én már megosztottam veletek, hogy melyik volt az első profi újságíró, vagy félprofinak nevezzük inkább akkreditációm, de ti még nem meséltétek el, hogy hogyan keveredtetek a passzotokkal először a Hungaroring pedokjába, halljuk az élményeket. Nekem az az érdekes, hogy én jó néhány helyen voltam már autóversenyen, mielőtt a Magyar Nagydíjra kijutottam volna, már mint hogy ugye újságíróként, hiszen ugye azt, mint jól tudjuk, ugye korlátozott számban kaphat egy szerkesztőség akkreditációkat és ilyen nagy formátumú kollégák mellett, mint akikkel beszélgetek, nagyon nehéz odaférkőzni a húsosták közelében, na de tavaly ez végre sikerült. És hát ugye, ahogy mondtam, voltam azért jó néhány különböző fajta autóversenyen, rallycross, VB-n, DTM-en, motocross, világbajnoki futamon és hasonlókon, de ugye a paddocknak a hangulata az össze nem hasonlítható semmivel. Tehát elsőre azért meg kell mondjam, vasárnapra már megszoktam, de pénteken még szó szerint sokkolt az, ami ott zajlik, az a fajta nyüzsgés, nem is tudom, hogy mondjam, a prominens személyeknek az az áradat, hogy azt nem tudod, hogy hova nézzél. Koncentrációja. Egészen koncentrációban lehet. Hát egy négyzetméterre jutó világsztárok aránya lehet, hogy itt a legnagyobb a világon a Forma 1-es pedokban. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes élmény volt ilyen szempontból, és amit azért még tanulni kell nyilván az ilyen rutinos rókák, mint ti már tudjátok, hogy azt éreztem bizonyos pontokon, hogy egyszerűen nem tudok úgy állni, hogy ne legyek épp útban valakinek, pedig mindent megtettem. Tehát azért alapvetően nyilván az embernek tisztába kell lennie azzal, nektek ezt nem kell mondani, hogy a Forma 1-es pedokban te, mint újságíró, te a táplálékláncnak nagyjából a legeslegalján vagy, és ennek megfelelően kell viselkedni. Tehát én tényleg mindent megtettem, hogy senkinek ne legyek az útjába, senki ne bukjon föl bennem, és mondjuk ne ficamítsa ki egy Forma 1-es pilóta a lábát azért, mert Gergőke az útjába került, de hát így is azért jó néhányszor belém botlottak rohanó emberek, és hát a csúcs az nekem az volt, amikor már lement a futam, írtuk épp a beszámolókat, meg vártuk ugye még a briefingeket, és akkor ugye mondom, megtaláltam azt a pontot, ahol káros szenvedélyemnek hódolhatok, és nyugodtan cigarettázhatok a Csongrádi Montoya társaságába, és azt éreztem, hogy valami rettenetes vizes dolog, tehát hogy vízben áll a lábam. Mondom, az előbb még itt száraz volt minden, 40 fok van, és a Ferrari szerelők ott mosták a sajtóközpont oldalában gyakorlatilag a gumiabroncsokat, és az a rettenetes szutymák, ami arról lefolyt, az így eláztatta a cipellőmet és mindenemet, parád is volt. A légcsövet felmaró vegyszer
többi kultúra. Amit akart. Elképesztő. Minden van, tehát érted, nem a dohányzás káros, ez ami odafolyt, ez káros. Na mindegy. Szóval azt hiszem, hogy még kell pár év, hogy az ember rutin gyűjtsön abba, hogy hol kell étkezni, inni, dohányozni, és bármi egyebet csinálni úgy, hogy közben ne károsodjon se a ruházatot, se más. Sanyi, neked a Magyar Nagydíj volt az első Forma 1-es futamod, mint akreditált újságíró? Igen, 2006-ban, de előtte jártam már a pedokban 2003-ban, 4-ben és 5-ben is. 2004-ben és 5-ben több napot is a pedok klubban töltöttem, ahonnan ugye van átjárás a nap bizonyos szakaszában a pedokba ilyen körbenézésre. Illetőleg 2003-ban voltam, már nem tudom megmondani, hogy melyik. Talán a Michelin jó voltából jártam ott, mint vendég egy ilyen esti sajtóeseményen, amikor megmutatták a pedokot részletesen, tehát teljes pompájában. Szemem számtátva maradt, de hát mindaz semmi volt ahhoz képest, amikor 2006-ban először saját jogomon beléptem a pedok kapuján, és hát akkor azt mondtam, hogy tehát megálltam egy pillanatra, és elérzékenyültem, hogy atya úristen, milyen hosszú út vezetett idáig, mire ide megérkeztem. Tisztán emlékszem rá, hogy én adtam be akkreditációs kérelmet 2003-ban, akkor még az Eccleston érában a FOM-hoz. Fú, valami borzalmas összegért vitte el Londonba a kérelmet az egyik ilyen gyorsposta szolgálat. Tűkön ültem, hogy atya úristen, vajon ezt elfogadják-e vagy sem, ugye internetes kiadványtól akkreditáltam. Borítékolható volt, hogy ebből biztos, hogy visszadobják. És meg is érkezett, faxon érkezett a válasz, mai napig megvan, a terv az, hogy keretbe majd felkerül a falra, mivel Pasquale Latunedu arról tájékoztatott, hogy kedves Sándor, nagyon-nagy örömmel vettük a megkeresést, de hát sajnos az újságírók létszáma az a Magyar Nagydíjon is korlátozott, viszont azt tudjuk neked tanácsolni, hogy vásároljál szépen jegyet, és a tribünről is nagyon jól lehet tudósítani a versenyt. Ezzel elutasította a Latunedu az akkreditációs kérelmemet, lemaradtam róla, de ugye eljutottam mint vendég, és 2006 volt az első alkalom, amikor saját jogon akkreditált újságíróként ugye belecsöppentem a kellős közepébe, ugye 2006, hát a hungaroringi versenyek alfája és omegája volt. Soha nem fogom elfelejteni a versenynap reggelét, amikor Frankl Andrással, a méltán legendás Andrewkával álltunk a sajtóépület bejáratánál, és kémleltük az eget, akkor már esett az eső, és azt mondta az adás, hogy ez kizárt, hogy itt esős verseny legyen, itt még soha nem volt esős verseny, majd fölnézett az égre, és azt mondta, hogy hát lehet, hogy ez ezúttal megváltozik, és hát ugye olyannyira megváltozott, hogy hazafelé este az M3-ason még 11 órakor cuppogott a cipőm, amikor bementem az egyik benzinkútra tankolni. Ugye azóta nagyon sok minden változott, a race-by-race akkreditációból permanens akkreditáció lett, amiről hát azt arról tájékoztatott az FIA, hogy magyar újságírónak ilyet még nem állítottak ki, ez volt az első. Ugye nem évi egy-két versenyen veszek részt, hanem tavaly 21-ből 17 futamon voltam jelen. Egyébként egészen elképesztő volt a rajtrácson állni. Tehát a Magyar Nagydíj rajtrácson állni, Jánvári Zsolti mondta nekem egyszer, hogy amikor először a Magyar Nagydíj rajtrácsán állt, hogy akkor szó szerint férfiasan bevallott, hogy megkönnyezte. Baumgartner Zsolti is azt mondta, hogy az első Magyar Nagydíjas rajtrács az valami egészen elképesztő élmény volt. Én is azt mondom, tehát a Magyar Nagydíj rajtrácsán állni, az semmi máshoz nem fogható esemény, és hát ugye annyit változott az ember élete ezzel a folyamatos utazgatással, hogy amikor a Forma 1 Magyarországra látogat, akkor ugye több száz kollega érkezik, akiknek én vagyok a magyar. Meg Zsoldos kollégá. És hát ugye, amikor valami nehézséges nyavajájuk van, akkor a mi vérünket szívják, hogy gyertek segítsetek, mert parkolási bírságot kaptunk, gyertek segítsetek, mert át akarnak verni valamelyik étteremben, és amúgy. Tehát sok ilyen dolog van, amiben mi segítünk a nemzetközi kollégáknak, amikor hazánkba látogatnak. Ha már 2003-at említetted, nekem bevillant valami, ugye abban az évben építették át a Hungaroringet, Palik László volt, ha minden igaz, a vezérigazgató, és ő egy esemény rangjának... Magyar hangja Gellérfi Gergő. Egy az esemény rangjának megfelelő sajtótájékoztatót szervezett, ami abból állt, hogy helikoptert rendeltek a pályára, és az összes újságírót felvitték a magasba, és onnan mutatták meg
a magyar nagydíj új vonalvezetését, ugye a meghosszabbított célegyenes és az épületek kapcsán volt bőven mit látni, szóval én nem repültem még a magyar nagydíj felett helikopterrel, tudom, hogy sok honfitársam és még több külföldi ezt megteszi minden magyar nagydíj alkalmából, de ez nekem óriási élmény volt. Így a beszélgetésünk végéhez közeledve... Ezt el kell mondjam, magyar nagydíjkor még én sem helikoptereztem, viszont Le Mansban a 24 órás idején, amikor a négy karikás márka vendégeként jelen lehettem, akkor hát szerintem legalább egy háromnegyed órát vagy egy órát töltöttünk a pálya felett. Különben óriási élmény volt, mert te mondtad meg, ott volt a térkép, megmutattad a pilótának, a helikopter pilótának, hogy ide szeretné menni, és akkor oda ment. Leereszkedett, amennyire lehetett, egészen parádés élmény volt. És na azt ezt... tudnod kell, hogy mióta ezt meghallottam, azóta utállak ezért. És nem elsősorban a helikopter miatt, hanem Leon miatt, de ez egy másik történet. Viszont akkor neked is van célod, Sanyi, te se értél még el mindent, hogyha ugyanezt majd megvalósítod a valamelyik következő magyar nagydíj, hogy saját helikopterpilóta visszapálya a különböző pontjaira, akkor azt hiszem, hogy már sok mindent elértél. El kell, hogy mondjam, hogy ehhez az kell, hogy néhány nullát hozzáírjál a javadalmazásomhoz, mint elnyűhetetlen főszer. Gergő, nyugodtan röhögjél közelebb a mikrofonhoz, hogy mások is hallják. Tehát ez, ha egy pár nullát hozzáérsz, akkor lesz saját helikopterpilótám a magyar idején. Ha nem lett volna elég könnyed ez a néhány emlékes téma, amit felelevenítettünk, azért a végére tartogatnék én még egyet. Felolvasok egy 2000-ben íródott cikket, egy cikknek a leadjét, nem mi követtük el, hanem egy másik sajtótermék, így szól, egy álom vált valóra a hétvégén, az egyes jeleneteket stricik, törvényalkotók, rendőrök, önkormányzat, mindenféle hatóságok szövegették évek óta. Röviden ennyi. Mire gondolhatott a szerző is? Nem a vigalmi negyedről esett szó. A rossz nyelvek azt tartják, hogy a magyar nagydíj egyik vonzereje a gyönyörű trófeák mellett a szép lányokban is keresendő. Most így egymás között vagyunk, és elég későn zajlik ez a felvétel. Arra kérem Sanyit, hogy ezt erősítse meg, vagy cáfolja, vagy tagadja mindörökre. A Forma 1-ben jócskán megmerítkezve, ott komoly barátságokat ápolva, sok-sok embert ismerve, azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar nagydíj sikere. Tavaly egy cikket is írtunk erről az Autosport és Formula magazinban, hogy mi a varázsa a magyar nagydíjnak, mi az, ami miatt ennyire szeretik. Most ott a publikus részét azt leírtuk, tehát Budapest közelsége az feltétlenül egy kész csoda, ugyanis nem nagyon találunk olyan Forma 1-es versenyt, ami egy ilyen szintű világváros közvetlen közelében található. A jó szervezettség az úgy szintén, ámblok úgy, ahogy van, ahogy megvan szervezve a magyar nagydíj. A Hungaroring részéről, az MNAS részéről, a sportszakma, amit hozzátesz, ez azt mondják, hogy ez abszolút a nemzetközi standardet, ehhez lehet igazítani, ez olyan magas színvonalon van megszervezve. És hát ugye a pedoknak is vannak, hát hogy is mondjam, csak B közép. A pedok átlagember az azt mondja, hogy igen, mindez nagyon szép, nagyon jó, valóban imádjuk a magyar nagydíjat emiatt, de nagyon szeretjük azt is, hogy este korán már a hotelban tudunk lenni, és utána meg tudunk merítkezni a budapesti csodálatos éjszakai életben. Ezt mindenki azt olvassa ki ebből, amit szerette, de ezt több pedok lakótól is számtalanszor visszahallottuk már. Én azt javaslom, hogy amíg itt olvasgatunk ebben, addig hallgassuk meg az utolsó vendégeinket, ha Tamás is egyetért. Két csapatfőnököt hallunk a műsor végén, Eddie Jordan és Ottmar Szafnauer beszél arról, hogy milyen emlékeik vannak a magyar nagydíjakról. Ott voltam azon a sajtótájékoztatón, amikor bejelentettétek a tesztpilótai szerződését Budapesten. Emlékszem, azt mondtad a hallgatóságnak, hogy nagyon szeretnéd megadni neki a lehetőséget, hogy versenyezhessen az F1-ben. Emlékszel-e a pillanatra, amikor felismerted, hogy képes lehet bejutni az F1 versenyzői mezőnyébe? I don't remember the precise moment, but it would have been a gradual thing. Magára pillanatra nem emlékszem, de ez biztosan fokozatosan alakult ki. Tudod, akkoriban a Jordan egészen más volt, mint bármely más csapat. Volt a McLaren, a Williams és a Ferrari, tehát a nagyobb csapatok.
Míg a Jordannek biztosnak kellett lennie abban, hogy azok a fiatalok, akiknek lehetőséget adunk, elég jók ahhoz, hogy bizonyítsák. Jó magam mindig alkalmaztam megfigyelőket. Más csapat nem alkalmazta ezt a módszert, és szerintem azóta sem csinálja más. Így volt, aki figyelte a német F3-at, picit a franciát, bár ott nem volt túl erős az F3 és az olaszt is. Voltak embereim, akik az egészen alacsony kategóriákat figyelték, így szúrtuk ki Sennát például a brit Formula Fordban. Akkoriban működött az EJM nevű vállalkozásom, az Eddie Jordan Management, ahol volt 3 alkalmazottam, akik egyfolytában a futamokat járták szerte Európában. Itt találtunk rá Zsoltra, és azt gondoltam, hogy ez aztán cool lenne. Találtunk egy fiatalt, aki egy olyan országból jött, amelynek korábban soha nem volt még pilótája, de nagyszerű történelme van. Tudod, írként úgy gondolom, hogy az írek nagyon jól megértik a magyarok múltját, például a megszállást, hiszen a mi országunkkal is megtörtént. Személy szerint nekem pedig nagyon erős érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Látni akartam, hogy tudok-e tenni valamit, ami segíthet Magyarországnak. Amikor gyerek voltam, az édesapám volt a legnagyobb Puskás rajongó. Mindig emlékezni fogok Puskásra, aki még mindig óriási legenda Budapesten. Sok dolog köt hozzátok. Emlékszem a megszállásra, a tankokra az utcán, és ha már Magyarországról beszélünk, nálatok követtem el az egyik legnagyobb dobásomat is, amit valaha tettem. Volt egy rockbandám, a Rablók, és emlékszem, hogy Bernie Eccleston megkért, nem adnánk-e egy koncertet a Hősök terén a futam egyik évfordulóján, emelve ennek a történelmi pillanatnak a fényét. Emlékszem, hogy kimentem a Heathrow reptérre, ahol szembe jött velem egy jó barátom, aki szintén dobos, Roger Taylor volt az, egy remek fickó, a Queen dobosa, aki rengeteg dalt is írt. Azt mondtam Rogernek, hová mész? Erre azt felelte, hogy indulok hazafelé. Mondtam neki, mi Magyarországra tartunk a nagy díjra, miért nem ugrassz át hozzánk a hétvégén? Nagy koncertünk lesz a Hősök terén. Azonnal vett egy repjegyet és eljött velünk. Soha, de soha nem fogom elfelejteni, amikor a banda egyik tagjával duettet énekeltek, a Weekend Heroes for One Date, David Bowie egyik dalát. A tér tele volt, ez volt a fénypont. Felejtsd el a motorsportot, a nagy díjakat, a győzelmeket, Magyarország, Hősök tere, Roger Taylor, Eddie Jordan, mi biztosan soha nem fogjuk ezt elfelejteni. Tudjuk, hogy a Queen is meg annyi mindenem ment keresztül, láthattuk a mozifilmben, ami akkor és ott a Hősök terén történt, azt soha nem fogom elfelejteni. So it all comes back to Hero Square in Hungary, and that's one of my lasting memories. Do you have a... Van valamilyen üzeneted a magyar hallgatóknak? Akár magyarul is, ha tudsz valamit. You can say something to them. Egészségedre. Do you have any party? Van-e valamilyen különösen emlékezetes sztorit Budapestről? In Budapest? Yes. Yes. Igen, volt egy. Már nem emlékszem az étterem nevére, de egy tradicionális magyar étterem volt, amelyet imádtam. Egyébként nagyon szeretem a magyar ételeket, bár az anyukám román, nagyon sok magyar ételt készített. Gulyást, paprikást, egyéb magyar ételeket, mindenfélét. Még krémes is volt, és egyéb magyar desszertek, szóval ebbe az étterembe minden évben elmentem, amikor a Hondánál dolgoztam. Egyszer meghívtam 2 japán újságírót is. Azt gondoltam, hogy minden rendben lesz, oda megyünk, mindhárman, és kapunk majd egy asztalt. A pontos címet nem tudtam, de mindig oda találtam a hotelből. Ott találkoztunk, és 3 elindultunk az étterembe, oda is értünk. Az étteremben telt ház volt, hosszú sor kígyózott odakint, nagyot néztünk a 2 japán újságíróval. Oda sétáltam az ajtónáló sráchoz, aki megkérdezte, van foglalása? Mondtam neki, hogy szerintem igen. Megkérdezte a nevemet, rápillantott a listára, majd ezt mondta, elnézést, ott már Szafnauer nincs a listán. Mikor történt a foglalás? Mondtam neki, hogy tavaly, amikor távoztam. Már akkor mondtam, hogy jövőre találkozunk. Rám nézett, és azt mondta, igen, emlékszem önre. Jöjjön velem, adom az asztalt. Szóval akkor kellően rugalmasak voltak? Értékelte a humort. És akkor is úgy köszöntem el, hogy jövőre találkozunk, mert szinte mindig így köszönök, amikor távozom egy étteremből. És vissza is mész? Igen, visszamegyek. Pompás időket töltöttünk ott, például a 40. születésnapomon is. A magyar nagydíj idején volt, nagyszüli napi buli volt. Akkor is a Hondánál dolgoztam, és ott volt velünk az elnökünk, Tanaka úr is, aki ebből az alkalomból igyekezett jó sok szakét megitatni velem. Másnap reggel átaludtam az ébresztőt, Mr. Tanaka azt mondta, ne háborgassátok. Amikor még a 30-as éveiben járt, könnyen felébred, de most már a 40-es éveit tapossa, hagyjátok békén. Been easy to get up in the morning, but now that he's in his 40s, leave him alone.
Mai műsorunkban kiváló kollégáim társaságában felelevenítettük a magyar nagydíjakkal kapcsolatos élményeinket, de megszólaltak korábbi sztárvendégeink is, akik emlékeik legjavát idézték fel a Hungaroringgel kapcsolatban. Kérünk benneteket, hogy az adás meghallgatása után ti is gondolkodjatok el, és küldjétek el nekünk üzenetekben, kommentekben, milyen szép emlékek jutnak az eszetekbe a magyar nagydíjakkal kapcsolatban. Nagyon köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, reméljük, megint izgalmasnak találtátok műsorunkat. Arra kérünk benneteket, kövessétek podcastünket Spotify-on, YouTube-on vagy más felületeken. Kérdezzetek tőlünk Facebookon, Instán, e-mailben, sőt, ha úgy tartja kedvetek, akár bátran szidalmazhatok is bennünket. Ha bárhol szóba kerülünk, nem ulasszátok el használni a Formula.hu podcast hashtaget. Évezzétek a Forma 1-et, olvassátok a formula.hu-t, lapozgassátok digitális és nyomtatott magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat, és szeressétek az autósportot. Munkatársaim Gellérfi Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, a mindenkori vendég magyar hangja Vályi Zsolt, valamint Hilbert Péter technikus nevében is búcsúzom, de csak kis időre, hiszen rövidesen ismét hallhattok minket. Sziasztok! Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.